Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit itt a Xiaomi Magyarország YouTube csatornáján, az én nevem Zsolt. Hogyha valamilyen számítógépet használunk, akkor érdemes hozzá vásárolni egy számítógépes egeret is, hiszen enélkül egyrésztről nem működne egy normál PC, másrésztről pedig a precízebb műveletekhez igenis szükségünk van egy ilyen eszközre. A Xiaomi is már számos ilyen készülékkel piacra lépett, most viszont a legújabb verzióval foglalkozunk, aminek a neve meglehetősen hosszú, hiszen Mi Dual Mode Wireless Mouse Silent Edition, hogyha itt teljesen végig akarjuk mondani, vagyis egy dupla módú és halk kialakítású egérről van szó, de hogy ez pontosan mit jelent, hogyan kell párosítani és hogyan is működik, arról most fogunk beszélni ebben a videóban. Ahogy az asztalon is látható, fekete, illetve fehér színben vásárolható meg a Lourdes-ban, illetve a Xiaomi.hu-n ez a dupla módú halk kialakítású egér. Hogyha körbenézzük, akkor az oldalán ilyen textúrázott kialakítást kapunk pont azért, hogy ne csúszson ki a kezünkből. Könnyű, kecses, mindössze 93 g-os kis számítógépes egér ez, ami még a női kezekhez is jól idomul, tehát a formaterve úgy lett kialakítva, hogy hosszú távon is kényelmesen lehessen használni. A Silent Edition név az arra utal, hogy a két klikkelő gomb, valamint a tekerő is nagyon halkan működik. Igazából, hogyha mellettünk alszik valaki, akkor lényegében fel sem ébresztjük vele, mert annyira tényleg halkan működik, hogy észre sem vesszük, hogy klikkeltünk, vagy éppen dolgoztunk az egérrel. Van még ezen kívül a görgető alatt még egy gombunk, ezzel lehet a módot váltani. Ugyanis kétféleképpen tud működni ez a számítógépes egér, vagy Bluetooth 4.2-n csatlakozunk a Windowshoz, a macOS-hez, vagy éppen az Android 6.0-nál frissebb operációs rendszerekhez, illetve van még egy vevőegységünk is, ami 2,4 GHz-en keresztül működik, és hát nyilván egy fokkal stabilabb kapcsolatot jelent, mint a Bluetooth, de a Bluetooth is 8 méterig egészen jól működik. Ahhoz, hogy ezt a kis modult elővegyük, ahhoz le kell tekerni az alul lévő kis fedelet, így férünk hozzá többek között ahhoz a két elemhelyhez is, amihez kettő darab mikroceruza elemre lesz szükségünk, a doboz ezt nem tartalmazza. A megfelelő módszerre bele pattintva az elemeket, már is működésre bírhatjuk az egeret, van egy kis kapcsolónk az aljának a tetején, ami mutatja és színez be, hogy most bekapcsoltuk vagy kikapcsoltuk az egeret, piros, illetve zöld festés mutatja ezt. Az optikai érzékelő 1300 dpi is, ami bőven elég ahhoz, hogy Photoshopban dolgozhassunk, persze azért a rendkívül precíz munkához valószínűleg még ennél is nagyobb felbontású egerekre van szükség, ám mondjuk játékoknál is nagyon jól alkalmazható. Az egyik a Bluetooth, amivel kapcsolódni tudunk esetleg más eszközökhöz. Windowsnál nagyon egyszerű a történet, belemegyünk a Bluetooth menüpontba, hozzáadunk egy új eszközt, itt láthatjuk is már a listában a Silent Edition kiadást, és hogyha ráklikkelünk, akkor hozzá is tudjuk adni. Nagyon jó dolog egyébként, hogy ki is írja a rendszer, hogy hány százalékos a töltöttsége az elemeknek. Nagyjából egyébként, hogyha naponta használjuk, akkor 12 hónapig működik két ilyen mikroceruza elemmel. Nagyon ritkán kell majd új elemet berakni, vagy esetleg újra tölteni a bent lévő elemeket. Ha nem Bluetooth-szal használjuk, akkor ott van a kis modul alul, amiről már beszéltem, ezt kell az USB portba belehelyezni a számítógépen vagy a laptopon, innentől kezdve pedig pillanat alatt felismeri mind a macOS, mind pedig a Windows, hogy kapcsolatot szeretne teremteni ezzel a kis vezetékmentes egérrel, pár másodperc alatt föltelepíti a szükséges háttérfájlokat, és már is működik minden. Nagyon jó a precizitása ennek az egérnek, jó vele dolgozni, könnyű, kecses, jó a formaterve is, tehát úgy lehet használni, ahogy el is várnánk egy ilyen vezetékmentes egértől. Az ára pedig 4190 forint a Lourdes ME Store-ban, valamint a Xiaomi.hu webshopban, feketében lehet, illetve fehérben megvásárolni, hogyha valaki egy kicsit nőiesebb, elegánsabb szint választana, akkor itt van a fehér, a fekete pedig egy kicsit markánsabbnak tűnik, és jobban beleolvad a környezetbe. Én remélem, hogy tetszett a videó és a bemutató, hogyha igen, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, és találkozunk a következő videóban. Ne felejtsetek el követni minket a Facebookon, az Instagramon, valamint a xiaomilife.hu weboldalon sem. Szép napot még egyszer mindenkinek. Sziasztok!